Ismét eljött az idő, hogy nekipussak egy újabb smashcake-nek, ugyanis jövő héten egy éves lett a második nagylányom, kislányom. Az első lányomnál is megpróbálkoztam már a smashcake-kel, akkor is sikerült, viszont őszintén szólva nem volt annyira finom. A kisebb gyerekek megették, de a nagyoknak már egyáltalán nem tetszett. Idén se fogok cukrot használni a tortámban, viszont igyekszem kihasználni a gyümölcsöknek a saját édességét. Van itthon éppen egy kis banán, próba szerencse, nem tudom, hogy sikerülni fog-e, de a végén mindenképp megosztom a tapasztalatokat, és kóstolást is tartunk. Nézzük meg, hogy mi sült ki ebből. Állagra amúgy elég jó kis piskótás állaga van, de nagyon puhának tűnik, nem annyira levegős, mint amikor cukrot rakunk, még vagy sütőport. És nagyon puha. Nagyon-nagyon puha. A babapürétől nagyon jó kis édessége lett, viszont nagyon intenzív van, banános íze van. Én még talán még raknék több banánt bele, de az lehet, hogy befolyásolná az állagát, így meghagynám ezt az eredeti receptet. De szerintem ne az enyém legyen az utolsó szó, kérdezzük meg az ünnepeltet!